Jaj, de szuper! Tudál rátépni a hangsebességet. Ez adja a durranást. Na de mi történik akkor, amikor leszakad ez a sudár? Hát ott nincs idő. Elfáradtam, hát ez kiesett, nem is. Lássuk. Jó, köszönöm. Mindig tanulom az ember, hát most megtanulom, szeretem. Ha elcsapom a lábam. Csak nem. Na közel van már, mert nem látom innen. És amíg önök a színpadi bemutatót látták, addig itt a mellettem a Szondi György Palóc Baranta Egyesület gyakorol a következő előadására. De megmondom őszintén, én nem tudom, mi ez a baranta, de nyilvánvalóan ez csak az én felkészületlenségemet minősítheti. Mellettem Szabó Zoltánál, szervusz Zoli. Tisztelettel köszöntelek titeket. Hát szóval mi ez a baranta? Ismertes minket meg ezzel. A baranta hagyományos magyar harcművészet. 1990-től igazából indult be, így mint baranta sportként a működése. A baranta szót egyébként 12 nyelven is jelent több más dolgot is, valahol portyázást, éjszakai portyázást jelent, valahol testi felkészülést a gyermekeknek a nagyvilági életre, illetve a harci modorra. Ez csak tényleg az én tudatlanságomat feltételez, hogy idáig én nem hallottam erről? Azt nem tudom, hogy Palócföldön mennyire terjedt el a baranta szó. Igazából én sem találkoztam vele addig, amíg nem kezdtem el űzni magát a sportot. Nagyjából, amióta az eszemet tudom, foglalkozok íjászattal, birkózok, járom a természetet, de még a baranta szóval nem találkoztam, csak... Bocsáss meg, az, hogy rögtön megütötte a fülemet az, hogy Palócföldön, akkor te nem idevalósi vagy különben? Széchény. Ja, Széchényi vagy, jó. Csak azt hittem, hogy másért hangsúlyoztad ezt ki, bocsánat, igen. Semmi gond. Tehát amióta az eszemet tudom, foglalkozok ilyen dolgokkal, de csak másfél éve találkoztam először a barantával. Aztán egyből éreztem is, hogy hazataláltam. Én nagyon sok sportot kipróbáltam ezelőtt, ez viszont nagyon megfogott, nagyon-nagyon nagy sok rétű, nagyon sok dolgot tudunk csinálni egyszerre, nem csak erőt fejleszt, hanem koordináció, képességfejlesztés, illetve erő, ügyesség, és ahogy látjátok itt a fiataloknak minden megvan, minden benne van a barantában. A néptánctól kezdve a éneken keresztül benne van az, hogy valaki disznót is tudjon vágni, egy tyúknak a nyakát is el tudja vágni, és látjátok, botok tudjon használni, fokost, ostor, íjászat, és minden egyéb olyan népi mozgás kultúrának a részét képző eszközt tudjon használni, amit egyébként használtak. Magyarul praktikus tudást ad, amellett, hogy végül is ez egy kultúra vagy egy sportnak tekinthető. Igen, hát az sportnak is tekinthető, igazából egy életmód. Olyan szinten hagyományőrzésnek nevezzük, hogy összegyűjtjük az országban és a világon igazából, ami fönnmaradtak hagyományos dolgok. De mi ezt nem csak őrizzük, hanem megpróbáljuk továbbfejleszteni is. Tehát, hogyha látjátok itt a háttérben az ostor csattogásokat, igen, megnéztük, hogy a csikós, a gulyás, a kanász hogy használta az ostort, de nem álltunk meg csak ott, hogy ezeket elsajátítjuk, hanem kipróbáltuk, hogy másik mozdulatokkal meg lehet-e szólaltatni, aztán próbáltuk továbbfejleszteni ezt.
Hányan vagytok ebben az egyesületben? Kérdezek ezáltal rá arra, hogy mennyire válik népszerűvé, vagy egyre ismertebbé. Országos szinten 1700-an vagyunk Magyarországon. Egyébként 5 országban, Erdélyben, Svájcban, Amerikában is van csapat. Itt Nógrád megyében az első hivatalos egyesület az mi leszünk, mi nekünk is még a papírok folyamatban vannak, körülbelül szeptember folyamán válunk hivatalos egyesületté, és mi 15 főt számlálunk. Azt mondtad, hogy ebben megtaláltad önmagadat, mert sokféle sportot, vagy sokféle, igen, próbáltál ki. Miért? Mi ez az életmód, ami neked ezen belül kedves? Hát az a helyzet, hogy ezáltal kaptam egy célt is az élettől. Látjátok, hogy fiatalok, családapák és a gyermekeik együtt edzenek, valamint hogyha lent figyeltétek, odajöttek hozzám idős bácsik, hogy ők is megmutassák, hogy tudjanak csárdítani az ostorral. Hát ez az, ami engem megfogott. Ez összehozza az embereket. Azt próbáltam szavakkal ráébreszteni a gyerekeket, mondjuk, hogy ne az iPhone-t meg a telefont nyomkodják, húzogassák a gombokat, ne a számítógép tévé előtt ülnek. Igazából szavakkal nem lehet rávenni a gyerkőcöket erre. Viszont ha szavak nélkül elkezdem csinálni, birkózok velük, ostort megszólaltatjuk, automatikusan jönnek, szaladnak és csinálják. Hát. Oké, nézzük meg akkor közelebbről néhány gyakorlatot, mi az, amit tudnunk kell erről. Tehát az alapfegyverünk a bot. Nagyon egyszerű, nem sok pénzbe kerül, ezzel szoktunk elkezdeni edzeni. Itt legelő Szabó Balázs láthatják, ő egyébként az öcsém, 9 éves, és botforgatást mutat be. Látjuk, hogy nem statikus, dinamikusan, folyamatosan mozog a lábával is, a kezében nem áll meg a bot, gurulást is bemutat. Hát igen, a bot azért jó, mert a csuklóba olyan mozdulatokat erőltet bele, vagyis hogy az agynak olyan területeit stimulálja, amiket utána föl tud használni, akár a szabjal használatra, akár a fokos használatra. És mondjuk, hogyha megtámadja az embert az utcán egy kutya, és csak egy karó van a kéznél, akkor is meg tudja magát védeni. És az öcséd mióta csinálja ezt, és milyen változásokat látsz rajta? Hát az öcsém is velem együtt kezdte el csinálni, ahogy én elkezdtem csinálni ő is, tehát nagyjából másfél éve foglalkozunk konkrétan ezekkel a dolgokkal. Mivel én nem így összeszedettem, forgattam a botot, csak ahogy magamnak jött, addig még nem volt az igazi. Ahogy rátaláltam a barantásokra, ott már meg volt az egész összegyűjtve, Somogyba, Göcsejbe és az ország többi helyén, hogy használják a botot, ezeket megtanultam, és most ezeket próbáljuk átadni a többieknek. Hát öcsémben azt veszem észre, hogy egyre ügyesebb lesz. Mi újság van a többiekkel röviden? A legújabb tanunk rasztahaja a Süni. Ő hosszú bot forgatást csinált a gyerekkora óta, és ahogy eljött a csapathoz, láttuk is, hogy nagyon jó a kézügyessége, illetve az a mozgáskultúrája is eléggé fejlett, de hogyha valakinek nem fejlett, akkor is jöhet, mert ezekkel a dolgokkal ezt el tudja sajátítani. Ott van mellette Májki, ő most szabjával dolgozik, egy kicsit az önbizalmán lehetne dobni azzal, hogy megdicsérjük őt, mert igazából nagyon sok dolgot tud, csak ő még nem tudja magáról. Hátul ott Veres Péter látható, az egyik nagyon jó ostorosunk, ő két kézzel szokott ostorozni, ő egyébként is hagyományőrzéssel foglalkozott, legfőképpen íjászattal, aztán most télen találkoztunk vele először, és automatikusan, ahogy megláttuk egymást, ő beleszeretett a barantába, és jött is az edzésekre, és nagyon jó, hogy eljött, mert igazából a barantás edzés arról szól, nem arról, hogy én vagyok az edző, és én megmutatom, hogy ők mit csináljanak, hanem aki az adott eszközből, adott feladatból a legjobb szinten tart, bizony azt ő tanítja a többieknek. És akkor Péter például megtanított minket íjászkodni. És akkor itt a Szélén Kornét láthatjuk, ő is az egyik leglelkesebbek közé tartozik. Most éppen harci ostorozás mutat be, mi történik, hogyha a sudár leszakad az ostor végéről, nem csak csattogni lehet vele, de lehet a nyelét is használni. Hát Kornéla nagyon frappáns dolgokat szoktunk begyakorolni, nagyon egymásra találtunk, úgy érzem, nagyon ügyesek vagyunk mind a ketten, és ha érdekeltetek, majd mutatunk is egy érdekes dolgot. Végén. Hát akkor most mutassuk, azt hiszem, mert lejár az idő. Közben én felkészítem a nézőket arra, hogy majd lazítunk egy picit ezek után, mert gondolom, hogy önökre is ráfér, majd latin show műsorral folytatjuk a műsort. Remélem, hogy ennyi idő alatt fel is készültek a srácok. Zoli, mit fogunk látni, akkor légy szíves, mondjad el. Egy picit ostorozunk, és megpróbáljuk egymásnak úgy átadni az ostort, hogy csattan is a levegőbe, illetve nem esik le. Ez egy nehéz feladat lesz? Hát, ha nem sikerül, akkor igen, ha sikerül, akkor nagyon könnyen ment ehhez, nem? Jó, rendben, nézzük meg! Hát körülbelül 3-3,5 méter hosszú ostor az, ami Zoli kezében van most. Egy kicsit
kicsit gyors volt, tehát ez nehéz feladat. Kicsit gyors volt, azt mondja a Zoli, mert hát ez egy nehéz feladat, hogy így levegőben át dobják egymásnak. Ha még egy utolsót, hát hogyha most ezt kell. Azt gondolom, hogy velük még sokszor fogunk találkozni, nyilván ők gyakorolják ezeket a mutatványokat, és egyre több rendezvényen fognak részt venni ezek után. Főként, hogy eddig még nem nagyon lehetett látni őket természetesen eddig, legalábbis. Zoli, köszönjük szépen, mi elbúcsúzunk a nézőkkel együtt tőletek. Gondolom, hogy azért sok helyen fogtok még fellépni, vagy hát bemutatóval előállni a közönségnek. Hogy látjátok ti azt, hogy mennyire érdeklődnek irántatok azok, akik ezeken a rendezvényeken részt veszek, mint például most itt Tilinyben? Én azt veszem észre, hogy az embereknek fölcsülön a szemük, amikor ilyen dolgokat látnak, illetve az, hogy mellette megpróbálok elmondani egy-két lélekemelő szöveget, ez még jobban megdobja az egész bemutatónak a súlyát. Azt veszem észre, hogy érdeklődnek iránta, és hát melengeti a szíveket. Kornélnak a nagymamája például elsírta magát, amikor Kornél elkezdett először csattogtatni mellett, hogy ő bizony már 60-70 éve nem hallotta csak a dédi mamája, bocsánat, 60-70 éve nem hallotta csak a bátyját csattogtatni, és hogy ez neki mekkora örömet okoz. Hát én ezt úgy látom, hogy egyre jobban el fog ezt terjedni. Jelen pillanatban még díjmentesen megyünk mindenhová bemutatózni, hogy megismerjenek minket az emberek, és akkor reméljük, hogy hívni fognak minket. Zoli, köszönöm szépen, mi pedig Latin Show műsorral folytatjuk, nézzük meg őket a színpadon.